a gazdaság talpraállításának az eredménye lehet a növekedés, az új munkahely és a fenntartható költségvetési egyensúly. Ez a célunk, ez az irányunk. Miniszter, hogy kezd ehhez hozzá? Hát mindesetre azt az 5-600 embert, akik eddig a Fidesz különböző műhelyében gazdasággal foglalkoztak, összehívom, amint erre a miniszterelnök úr hát lehetőséget ad, magyarul miután letettük az esküt, és arra kérem majd őket, hogy azokat a kitűnő programokat, amelyeket eddig is hát előkészítettek, különböző nemzetközi példákat hoztak, számításokat végeztek, azokat most már kormányzat keretén belül folytassuk, és előállunk annak tükrében, hogy Varga Mihály által vezetett bizottság mit talál, előállunk egy olyan gazdaság talpraállítását célzó programmal, aminek ez lesz az eredménye, amiről az erről beszéltünk. Mikor lehet valami érezhető változás már, mint hogy az emberek mikor érezhetik, hogy kicsit mondjuk több jut nekik, jobban élnek? Tudom, hogy korai a kérdés, de hát ezért... Először lelki változás lesz. Egy olyan lelki változás, amikor azt érezzük, én ezt remélem, hogy azt érezzük, hogy ez a kormány már más. Ez a kormány már nem valami légből kapott közösségi elmélet talaján áll, hanem a józanész talaján, az emberek pártján, a munkapártján, meg a növekedés pártján. Tehát először egy lelki fordulat lesz. Azt gondolom, hogy ezután azonnal kellene egy erkölcsi fordulat. Tehát az, ami ma Magyarországon mindenféle módon korrupció, meg hát itt élünk, látjuk, hogy mi van. Az nem... Abból nem lesz egy sikeres ország. Tehát egy lelki fordulat után egy erkölcsi fordulat. És ezekkel párhuzamosan kell megindítanunk kormányzati eszközökkel azt a gazdaságpolitikai fordulatot, amely azt gondolom, hogy 6-18 hónapon belül már érezhető változásokat hoz. De ez nem egy óra és egy nap alatt lesz. Ezt próbálom mondani. Sikeres Magyarországot szeretnénk, sereghajtóból újból élovas szeretnénk, és azt gondolom, a 4 év alatt ezeket a fordulatokat meg fogjuk mondani. Minden olyan terhet csökkenteni kell, amely teher ma Magyarországon megakadályozza a növekedést, a foglalkoztatást és a fenntartható egyensúlyt. A munkaadókat is terheli, a munkavállalókat is terhel egy csomó teher, nem csak adóteher, hanem bürokrácia borzalmas terhe. Az ostobaságok, az apró, bosszantó ostobaságok terhe. Tehát a munkaadókat, a munkavállalókat, a családokat, az önkormányzatokat nyomasztó terheken azonnal az első naptól kezdve változtatni kell, illetve csökkenteni kell. Így van. Miniszterem, a görög válság tükrében szerint mennyire fogadnák el Magyarországtól, hogyha egy picit mondjuk lazítana a fiskális politikán a jövőben? Mi nem kívánunk lazítani, semmilyen módon nem kívánunk lazítani a költségvetési politikán, ezt rögtön szögezzük le. Tehát Magyarországot a világban sajnos úgy tartják számon a 2005-2006 körüli kormányzati hazugság nyomán. Emlékszünk, 4,7% volt ugye a 2006-os költségvetési törvényben, és akkor hát nem annyi lett, hanem kétszeresen. Tehát Magyarországnak egy olyan híre van a világban, ami alapján mi semmilyen módon nem kívánjuk, és nem is tehetjük meg, hogy lazítjuk a költségvetési politikát. A görög-magyar párhuzam minden módon sántít szerencsére. Tehát Görögországban 230 milliárd euró az államadósság, Magyarországon 76 milliárd euró. Mindenféle mutató szerint a görögök nagyságrendileg rosszabb helyzetben vannak, mint mi magyarok, ami nem jelenti azt, hogy nekünk nem kell nagyon óvatosnak, és okosnak, és türelmesnek lenni, hiszen mondom még egyszer, nem lehet eléggé hangsúlyozni, hogy 2005-2006-ban Magyarország elveszítette a hitelességét, és ez azóta is megtépázott állapotban van. Úgyhogy ezt kell nekünk visszaszerezni, először a hitelességet kell visszaszerezni. Simor András együttműködést ígérte a kormánynak, illetve szeretett volna ön el tudják képzelni, hogy ő maradjon a Magyar Nemzeti Bankkal. Magyar Nemzeti Bankkal mindenképpen együtt kell működni az új kormánynak. A kormány feladata a pénzügypolitika, a gazdaságpolitika meghatározása, a jegybank feladata a monetáris politika érvényesítése. A kormány és a jegybank egymásra vannak utalva. Minden vita
ami a két intézmény között van, az kockázatos vita, és én azt gondolom, hogy együttműködésre van tehát ítélve, nem kárhoztatva, ítélve a kormány, az ügykormány és a Magyar Nemzeti Bank. Nagyon szépen köszönöm még egyszer. Még nem kérdeztem. Igenis, még semmit, tényleg? Én se kérdeztem, még egyszerre nem kérdeztem, még sem. Valószínűleg számtalan kérdést újra fel fogunk tenni. Az első az adócsökkentés lenne. Tényleg föltették már háromszor, négyszer, és akkor erre azt válaszoltam, nincs különbség, azt válaszoltam, amit gondolok, és ez pedig az, hogy Magyarországnak ki kell kerülni abból a veremből, amiben beleásta, vagy beletasztotta magát, tehát, hogy a világ 183 országa közül a 151. helyen van az adóterhelés mértéke szerint. Szlovénia a 75. helyen van. Írország a 7. helyen van. Most nekünk ezekkel az országokkal, de mondhatnám az összes többit is, akikkel versenyzünk Európában, mi olyan országokkal versenyzünk, amelyekben az adóterhelés fele, harmada, negyede a magyar adóterhelésnek. Egyébként a bürokrácia ugyanez. Ott 137-ek vagyunk, ami szintén nem sokkal jobb hely. Tehát Magyarországnak a következő 4 évben, de lehet, hogy a következő 6-8 évben végig adócsökkentő politikát kell folytatnia. Személyesen azt gondolom, természetesen függően attól, hogy a Varga Mihály által vezetett tényfeltáró munkacsoport mit tesz le az asztalra júniusban. Tehát személyesen azt gondolom, hogy Magyarországnak az év közepétől el kell indulnia az adócsökkentés útján, tehát már ebben az évben érezhető adócsökkentést kell indítani. És ebben az évben milyen adócsökkentése van lehetőség ön szerint? Erre is azt válaszoltam az előbb, amit most fogok mondani, hogy ezt most korai megmondanunk, mert nem tudjuk a tény leltár eredményét. Annak ismeretében, tehát hogy hogyan áll a magyar gazdaság, milyenek valójában a költségvetés számai, valójában milyenek a bevételi számok, milyenek a kiadási töbletek, tehát a Varga Mihály által vezetett munkacsoport eredményétől függően tudjuk megmondani, hogy ebben az évben egy hosszú adócsökkentési programot mivel indítunk, milyen horizontálisan is, tehát milyen elemekkel, milyen adónemekkel, és mélységében is. Annyit mindenképpen elszántan mondunk, és mondok, hogy Magyarországon el kell indítani az adórendszer átalakítását, ezenből a csökkentés. Miniszterként az adócsökkentés lesz a legfontosabb feladata, vagy vannak még más fontos cél? Van néhány más fontos cél. A legfontosabb, hogy Magyarország hagyja abba a sereghajtó működést. Ezt tartom a legfontosabbnak. És ha már felhagyunk azzal, hogy a sereg végén vagyunk, akkor kerüljünk az élre újból, ahogy voltunk 2001-2002 körül. Ezt tekintem a legfontosabb feladatomnak, és azt, hogy Széchenyi gróf a távolból jól esően figyelje majd az országot, mondjuk 4 év után talán ide el tudunk jutni. Hogyha az első 5 legfontosabb gazdaságpolitikai feladatot kell körvonalaznom, azt mondom, hogy legfontosabb az adóreform, az adócsökkentés, második helyen a bürokrácia csökkentése, a harmadik helyen egy új foglalkoztatáspolitika, tehát a részmunkásokat, munkaidős, távmunkás, mindenfajta innovatív, kreatív foglalkoztatási forma bevétele a magyar foglalkoztatási rendszerbe, negyedik helyen az európai uniós források teljesen más szerkezetű felhasználását, tehát hogy a mai 14% helyett, ami ma a gazdaságba megy az uniós forrásokból, és annak hát legfeljebb harmada megy a kis- és középvállalkozóknak, ehelyett legalább az 50% a forrásoknak menjen a magyar kis- és középvállalatok felé, meg a mikrovállalkozások felé is, mert ugye gondoljuk el, hogy a 3-400 ténylegesen működő kisvállalkozás, ha csak mindegyik egy új munkahelyet alapít a 4 év során, gondoljuk el, ez 300-400 új munkahely. Ez nem megy tőkeforrás nélkül. Tehát végleges tőkét kell adni, erre az unió forrásai adottak. És az ötödik az az új Széchenyi terv, amivel megmondjuk, hogy Magyarország 20 év alatt, 2030-ra hogyan zárkozik fel a fejlett európai szinthez. Ezt meg tudjuk mondani, erre mi képesek vagyunk, csak ez megint segítségükkel hívni Széchenyi grófot.